Szóval két óra van, megkezdem akkor az előadást. Molnár Ádám vagyok, nem tudom, hogy ki mennyire ismer, mennyire vagytok jártasak a munkáimban. Elsősorban szeretnék egy rövid bemutatkozást tartani, ahol bemutatnám a régebbi munkáimat, és hogy évről évre hogyan léptem meg azokat a szinteket, azokat a táppontokat, amiket úgy érzek, hogy érdemes elmondani. Elsősorban akkor kezdjük. Ez itt a 2012-es évnek a gyümölcse. Itt kezdtem el tetoválni. Itt még javarészt csak fekete-fehér tetkókat csináltam. Így egyszerű volt nekem elsajátítani magát a technikát. Ezek nem tökéletes munták, sőt, rettenetesen sok hiba van benne. Most szépen ezeket megmutatom, és megpróbálom úgymond kielemezni nektek. Ez egy kisgyerek portré, elég fakó, elég homogén a felület, tehát olyan szempontból, hogy nincsenek nagy kontrasztok. Nem túl plasztikus, már gyógyult tetoválás, a kontúrok azok nincsenek éppen a helyén. Sajnos később tanultam meg kontúrozni, mint portrét tetoválni. Egy elég hülye jött ki. Ez szintén egy fekete-fehér minta, ez még friss, itt már egy kicsit jobban ráéreztem a technikára, de ez is elég fakó, nem túl időtálló. Tehát próbálok majd azokra a részekre is kitérni, hogy hogy tehetjük a tetoválásokat egy kicsit úgymond frissé, hogy 20 év múlva is, hogyha ránéz valaki, akkor ne azt lássa, hogy egy fakó, egy ilyen megcsömörlött tetkó van rajta, hanem egy kicsit frissebb hatású dolgot szeretnék visszaadni. Ez itt egy, még az első színes munkáim között van. Ennél a tetkónál nagyon sok bőrszínt hagytam. Az egyik fő szempontja annak, hogyha az ember színes tetoválásokat készít, hogy a bőrszínt azt el kell felejteni. Fekete-fehér tetkóknál érdemes ezeket meghagyni, és a fehér színt ezekkel pótolni. Tehát, hogyha azt szeretnétek, hogy valami fehérnek hasson, a fekete-fehéreknél ott hagyjuk a bőrszínt. Színes mintáknál viszont, tehát ott se szabad elszállni ezzel, tehát a sok fehér bedöglik idővel. Tehát egy 10 év múlva besárgul, tényleg csúnya lesz. Egy-két felület az, ami, tehát a belső felkar, vagy akár azok a részek, amiket nem ér annyira a nap, ott egy kicsit tovább tartós, de nem szabad vele túlzások vesni. Én annyit szoktam csinálni, hogy megtöröm a fehéret. Vagy egy nagyon világos kék lesz, vagy egy nagyon világos sárgárnyalt. Ez azt határozza meg, hogy milyen színű a kép. Hogyha kicsit ridegebb színeket használok a tetkónál, akkor inkább a sárgát szoktam megkeverni a fehérrel, mivel egy kicsit így ellentétes lesz, és jobban vibrál az egész. Fordítva meg, tehát pont az ellenkezőjét. Itt ennél a tetkónál is, tehát látszik, hogy a szemrésznél nagyon sok fehér részt hagytam, és kontúrtűvel húztam bele a fehéreket, mármint bőrszínt hagytam. A feketék nincsenek homogénen kitöltve. Tehát ez a kezdeti nehézségek nekem azok voltak, hogy magát a technikát nem ismertem, és rágörcsöltem ezekre a dolgokra, és nem tudtam úgy összpontosítani arra, hogy ténylegesen a művészi oldalát megközelítsem a tetkónak. Úgyhogy ezeken kell túllépni. Itt van egy másik tetoválás. Ez is egy régebbi. Itt az volt a probléma, hogy túl sok színt próbáltam belerakni a tetoválásba indokolatlanul. Tehát van benne az arcszínnél kék, piros, lila, mindenféle szín. Ezt sokkal egyszerűbben is meg tudtam volna oldani. Ezt majd a későbbi munkáimon látjátok is, hogy hogyan tettem. Itt ez egy nagyon jó példa arra, hogy a kezdeti tévedéseket hogy tudtam áthidalni. Az alsó rózsát azt még úgy készítettem el, hogy a piros festéket vizezett feketével kevertem, és ezzel adtam ki az árnyalatokat. A felsőt azt már színekkel, tehát sötétebb vörös árnyalatokkal, esetleg plámmal, lilákkal, és látszik is, hogy a felső rózsa a sokkal élénkebb, az alsó az egy kicsit bedöglött. Ezeket a régi tetoválóknak voltak nagyon nagy hibái ezek, hogy akkoriban azt csinálták, hogy alárnyékoltak, és utána rászíneztek. De ezek a tetkók mind nagyon
tehát halott, nem, nincsen neki normális színe. Nagyon csúnyán beszürkülnek, és pont azt a hatást, amit szeretnénk, nem érünk el velük. Ez volt az első év. A következő év egy kicsit izgalmasabb lesz, mert itt kezdtem el igazából színes tetoválásokat csinálni. Pontosan nem tudom az időrendjét, de egy párat kiemelek közülük. Itt van egy, nem tudom milyen etnikumú öregnéni, nagyon, ne gondoljunk rosszra. Tehát itt is ugyanaz a probléma, hogy nagyon elvesztem a részletekbe. Nem volt egy igazi szisztematikája a tetoválásnak, hanem próbáltam mindenféle színt, mert úgy gondoltam akkoriban, hogy minél több színt rakok bele, annál jobb lesz a tetoválás. De ez pont az ellenkezője. Tehát le kell redukálnotok magatoknak a munkafolyamatot. Majd ez egy másik pont lesz. Ez szintén egy fekete-fehér. Itt viszont már jobban látszanak a tónusbeli különbségek. Tehát vannak benne sötét részek, világosabb részek, vannak bőrszínek, és minimális szinten fehér. Fehéreket mindig csak kontúrtűvel szoktam belerakni, az ugye kicsit tartósabb szokott lenni, legalábbis szerintem. Tehát itt is igazából, ahogy mondtam, a homogén felületekkel vannak problémák. Látszanak a bőrszínek. Tehát ez legyógyulva sokkal jobban átüt, mint frissen. Tehát frissen nem biztos, hogy látszik. Ezért van az, hogy sok tetováló, mikor világos színeket tör be, esetleg citromsárga, világosabb kékek, és legyógyul, és látszik, hogy foltos, nem homogén, nincsenek rendben. Ez pont azért van, mert elég nehéz őket betölteni. Tehát itt el kell hinnetek azt, hogy már ott van. Nagyon sokszor túlságosan megdolgozzák a bőrt, sebes lesz, és tehát emiatt megint előjöhetnek olyan dolgok, hogy esetleg kijön a festék, foltos lesz, és nem lesz homogén. Tehát ezeket mindet fejben kell először rendbe rakni. Itt ennél a tetkónál is igazából a háttereket már úgy oldottam meg, amit már most nem csinálnék meg természetesen, hogy kicsit megvizeztem az árnyalatokat, és ezzel próbáltam elhalványítani. Ezt, hogyha lezárásnak tekintjük, akkor az egy jó megoldás, viszont nagyon fakó lett a háttér. Tehát ezen is egy kicsit korrigálni kell. Ez egy jó pofa minta szerintem, mondjuk ebben én nem találok kivetni valót, ez egy szerintem egy fasság, de nagyon jó. Ez pedig egy takarás. Ez is fekete-fehér, viszont ezt szürke színnel csináltam. Tehát ugyanazok a szabályok, mint a színes tetoválásoknál, annyi, hogy tehát nem színekkel dolgozunk. És ez majd egy másik pontja lesz az előadásnak, amiben szeretnék majd arra kitérni, hogy hogy a tetováláshoz a képeket leredukáljuk, leegyszerűsítjük magunknak, értelmezzük, hogy sokkal könnyebb dolgunk legyen úgymond megvalósítani. Itt egy torrentés tetkó. Ezt nem tudom, szerintem aki látja a munkásságomat, az már látta egy párszor. Ez volt szerintem az első komolyabb portré, amit megcsináltam. Viszont rengeteg hiba van benne. Tehát, hogyha megnézitek, itt ezen a részen nagyon sok helyen átüt a bőrszín. Nincsen rendesen lefedve. Ezt frissen én nem láttam, nem tudatosan dolgoztam, azt hittem, hogy ott van. A képen már látszott, és legyógyulva is. Nem nagyon zavaró, de hogyha az ember tényleg olyan tetkót akar csinálni, amire azt mondja mondjuk 5 év múlva is, hogy jó, ez nem lett szar, akkor érdemes az ilyenekre odafigyelni. Tehát én nagyon sok tetoválónál azt látom, hogy ezek a hibák a leggyakorabb hibák. A másik pedig az anatómiai ismeretek. Egyszerűen fergeteges, hogy milyen gnóm angyalkákat, vagy nem is tudom, milyen alakokat tudnak csinálni. Kezekről meg ne is beszéljünk, mert hát az megint egy... Ja, hát még van itt egy kép. Nem tudom, hogy a technikai részekre mennyire vagytok kíváncsiak, hogy milyen gépeket használtam, milyen festékeket. Mondjuk szerintem ezek teljesen másodrangúak, mert mindennel meg lehet csinálni mindent, csak max nehezebb. Ez egy Cheyenne-hókkal csináltam. Jó kis gép, nekem mondjuk nem jött be, úgyhogy gyorsan tovább is adtam, de nagyon szépen megmaradt. Itt is nagyon kevés részem van fehér.
Tehát ami van, az mind tört szürke, vagy valami hasonló árnyalat. És akkor most lesz majd egy kicsit érdekesebb, mert a következő években gyorsultak fel a dolgok, és innentől kezdve volt az, hogy egy kicsit átdőlt így az egész, és csak színes tetkókat csinálok javarészt. Hát napjainkig. Ezzel keresnek. Itt van mondjuk egy, ezzel kezdtem. Maga a tetoválás ez 6 óra volt, és egy teljes első combtértől combtőig. Igazából itt már látszik az, hogy kezdtem leredukálni a dolgokat, leegyszerűsíteni magamnak. Tehát általában, hogyha én előkészülök egy tetováláshoz, akkor mindig azt veszem figyelembe, hogy hogy tudnám megkönnyíteni a saját dolgomat. Tehát én a képet, amit én kitalálok, vagy éppen megkeresnek vele, azt csak egy táppontnak tekintem. Onnantól kezdve úgy alakítom a dolgokat, ahogy én szeretném. Általában ezt meg szokták engedni, aki nem, azt meg már nem vállalom. Itt van egy újabb minta. Tehát itt is már látszik, hogy az előző tetkókhoz képest sokkal kevesebb színnel dolgozok. Tehát nincs benne annyi. Van körülbelül a bőrtonushoz használtam mondjuk 2 vagy 3 árnyalatot. És sokkal gyorsabb lett a munkám tőle. Tehát amit mondjuk, mit tudom én, 3 évvel ezelőtt csináltam 6 óráig, azt most feldobom 3 óra alatt. Tehát ennyit számít az, hogyha az ember kitalálja magának azt a rendszert, ami alapján a legjobban tud dolgozni, és a leghatékonyabban. Na, itt van mondjuk egy kislány portré. Mivel a portrék általában, tehát azzal keresnek meg a legtöbbet, tehát róluk tudok a legtöbbet mondani. Azt szoktam csinálni, hogy nem szoktam túl gondolni, hogyha lehet, akkor mindig ugyanazokat a színeket használom portréknál. Ezt gondolom észrevettétek, hogy ha csinálok 10 portrét, akkor abból a 10 portréból mind a 10 ugyanolyan árnyalatú. Ezeket úgy szoktam egy kicsit megkülönböztetni egymástól, hogy más reflexfényeket szoktam náluk használni, ami persze kihat azért a tetoválásnak a, úgymond az egységére. Általában mindig meg szoktam szabni azt, hogy jó, akkor mondjuk ez lesz a legsötétebb szín, ez egy kicsit világosabb, ez lesz a bőrtónus. Tehát ez lesz az alapszíne a bőrnek, plusz még utána azt szoktam fehéríteni. Tehát fehérekkel bekeverem. Itt a plám az Eternától, ő volt a legsötétebb. Általában mindig ezt a színt szoktam használni ahhoz, hogyha elkezdem sötétíteni a tetkókat. Mert hogyha fekete színnel kezditek el a bőrszíneket, vagy bármit keverni, akkor az nagyon koszos lesz, szürkés lesz, sárgás lesz. Nem érdemes. Tehát érdemesebb ezeket mindig vagy barnával, lilával, vagy esetleg, ahogy én, a plámmal. Nagyon tömény, nagyon sötét szín, nagyon jól le lehet sütni akár feketék helyett is. És akkor utána van egy ilyen kicsit sötétebb árnyalat, ami már nem nagyon sötét, viszont a bőrtónusnál egy kicsit sötétebb. Ez a terrakotta szokott lenni az Elektra Pro-tól, már hogyha a technikába is belemegyünk. És az átlagos bőrtónus az Apricot Burst, amit szoktam használni. És ezeket szoktam kotyvasztani. Utána rádolgozok egy kicsit fehérrel. Itt egy predátoros tetkó, ez 2 alkalomból készült el. Az arc része az már gyógyult, a többi pedig friss. Ezzel egy kicsit szoptam, de valamilyen szinten leegyszerűsítettem itt is azért. Tehát nem próbáltam meg minden egyes kis rüskőt ugyanúgy megoldani, ahogy az eredeti képen van, hanem próbáltam leredukálni magamnak, értelmezni, hogy ne is ugyanazt, viszont olyan hatást keltsek vele. Tehát sokkal egyszerűbb a dolgotok akkor, hogy ha ezt megteszitek. Itt van akkor egy másik tetkó, ezt a Hung Expo-ban készítettem, 2 napig készült. Itt már látszódnak reflexfények a baloldali arcon. Igen, nektek baloldali. És tehát igazából itt is úgy vannak a színek összekomponálva, hogy egy kicsit a melegebb színek a világosabbal, meg a meleg színekkel egy kicsit kontrasztban legyenek. Itt van még egy tetoválás, itt ugyanazt tudom elmondani, hogy voltak olyan részek, tegyük fel a sisak, ahol nem látszódott minden.
nem tudtam úgy kidolgozni, ahogy szerettem volna, tehát sokszor hazudni kell. És ahhoz, hogy tudj hazudni, ahhoz viszont kell egy tárgyalagos tudás, amit csak rajz, meg egyéb művészeti ágak után tudtok megszerezni. Hát ez itt igazából itt ez egy fekete-fehér telikar, viszont itt látszanak a legjobban azok az alaptörvények szerintem, ami alapján a tetoválást el kell készíteni. Tehát legyenek sötétek, világosak, és ezeknek a kontrasztja. Tehát hogyha most mondjuk van egy nagyon jó fekete háttér, fölötte egy világos rész, akkor ez 20 év múlva is ugyanez a kontraszt meg fog maradni. Tehát nagyon sok tetoválónál az a probléma, hogy magát a bőrpírt már tónusnak tekintik. Tehát ott van mondjuk Kat Von D. Nem akarok neki rossz reklámot csinálni, de szerintem legyógyulva a tetkó olyanok, mint egy lehúgyozott sós kifli. És akkor elérkeztünk a tavalyi évhez. Ez amúgy egy nagyon termékeny év volt, nehezen tudtam összegyűjteni azokat a képeket, amiket úgy éreztem, hogy meg kell mutatnom. De csak úgy nagyjából megmutatom őket, és akkor utána a bemutatkozásnak vége is. És ez szintén egy alkalom volt, körülbelül 7 órát vett igénybe. Ez a tetoválás is, tehát nagyon sok úgymond egyszerűsítésen és színekbeli eltérés. Tehát hogy próbáltam a színeket megvariálni. Tehát itt próbáltam a sárga háttérrel egy kicsit kiemelni és ellensúlyozni azt a nagyon sok kéket. Szerintem jót tett neki, de hát ezt majd más eldönti. Itt egy kis papagáj. Ja. Akkor itt van még egy tetoválás, ezt meg nem mondom mikor. Tavaly conventionen. Ja, egy éve. Egy évet csináltam. És itt ennél a tetkón ez is egy nagyon jó példa arra, hogy megcsináltam tehát magát a sablonos bőrszint, viszont ezzel a kis rózsaszín reflexfénnyel nagyon jól meg tudtam egy kicsit bolondítani. Tehát nem lett olyan unalmas. Tehát ugyanúgy megvannak a bőrtónusok, viszont hogyha berakunk egy ilyet, akkor tehát ott kell azért a vetületi fényeket, anatómiát, meg magát a plasztikusságot tehát tanulmányoznunk. Anélkül nem tudjátok megoldani, mert rossz helyre rakjátok, akkor nem fog mutatni. Tehát azt tudni kell, hogy melyik részek vannak kintebb és bentek. Hát erre lesz majd egy jó kis képem, hogy tudjátok értelmezni. És én mindenképpen meg szoktam indokolni a reflex fényt. Tehát indokolatlanul nem rakom be. Hogyha rakok bele valamit, tegyük föl most hátul a füst, az ami egy kicsit ilyen rózsaszínes, Dusty Rose amúgy a neve a festéknek. Én nagyon szeretem, mostanában majdnem minden tetkómnál elsütöm. Ez van. És ezeket én szeretem megindokolni. Tehát vagy a háttérrel, vagy akár a ruhával, vagy fényjel. Tehát akár, hogyha egy gyertyát tart maga elé, akkor azzal is tudtok reflexfényeket. És ez nagyon jó. Tehát, hogyha ezt jól tudjátok használni, akkor egy nagyon unalmas képből egy nagyon-nagyon-nagyon jó és vibráló dolgot tudtok kihozni. A új kaland. Itt is láthatjátok a reflexfényeket. Az egyik oldalt a háttér az egy ilyen kékes, avokádós, sárgás téma, viszont ez egy telikar. Tehát itt úgy is vannak feltéve a hátterek, és úgy van megtervezve, hogy ezek passzoljanak egymáshoz. Viszont, hogyha a hátteret úgy rakom be, akkor kell hozzá idomítani a képeket is. Tehát az egyik oldalt megkapta ezt a kicsit rózsaszínes fényt, ahova utána, ha jól emlékszem, cseresznyék kerültek. Tehát ami alapján már egy kis vetületi fényt tudott neki adni. A Lebowski. Itt is igazából tehát nagyon le vannak egyszerűsítve ezek a dolgok, hogy csak ugyanazokat a színeket használom, és ezeket próbálom. Tehát én nekem ez most így bejött, el lehet engem érte ítélni. Le van szarva. Itt is ez is egy szürke árnyalatos képnek készült, viszont a szürke árnyalatos képeknél régebben a Frostbite Blue-t használtam szürke helyett. Így egy kicsit kékesebb hatást tudunk elérni, és kicsit acélosabb. Nekem nagyon tetszik ez a hatású dolog is.
Most azért próbálgatok több dolgot. Igazából az arc az már ezen a képen le van gyógyulva, a háttér meg a haj az, ami friss. Ez itt egy teli láb. Na most majd Sándor kollégám a spontaneitásról fog nektek majd egy előadást tartani. Szerintem, tehát itt semmi nem volt megtervezve. Itt minden csak egymás hegyére hátára pakoltunk, azóta már be lett fejezve teljesen körbe a láb. Szerintem tök jól néz ki, tehát hogy nagyon sok szint kevertünk rajta, és mégis azért valamilyen szinten egy egységet alkot az egész. Nagyon sok hazugság van benne, nagyon sok kamuzás, de az a lényeg a tetoválásnál, hogy tehát ezt nem művész embereknek csináljuk, hanem azoknak, akik hordani fogják. Hatásvadásznak kell lennie, csillivillinek, kamunak, kicsit ilyen kiskutya portré. Itt igazából a textúrákról tudnánk beszélni egy kicsit, hogy hogyan oldottuk meg ezt a dolgot. Igazából nagyon nem érdemes állatoknál, meg akármilyen, tehát ilyen szőrös dolgot csináltok, minden egyes szőrszálat meghúzni, mert belebolondultok. Tehát érdemesebb inkább kitalálni neki egy olyan textúrát, ugyanúgy, mint a festésben. Tehát általában mindig az, ami a legbonyolultabbnak látszik, az volt a 2 perces meló. Tehát ugyanezt a tetoválásnál is el kell sütni, mert tehát egy 10 óráig nem dolgozhatunk azért egy portrén, ami kb. Egy fél tenyérnyi méretű, úgyhogy le kell egyszerűsíteni. Úgyis összemosódnak idővel a tetkók, úgyhogy érdemesebb ezeket nagyobb formákból összerakni. Erre a képre majd még ki fogok térni, mert megmutatom, hogy mi volt az alap. Elég érdekes volt. Itt erről is lesz külön. Szerintem akkor át is léphetünk. Azt mondja, hogy itt van még a 2016-os. Tehát ide 2 képet raktam be igazából csak azért, hogy a reflexfényeket meg az összhatásokat egy kicsit át tudjuk beszélni. Tehát alul megvan, tehát igazából alul a tűz, fölül pedig a jég. Tehát a kék és a vörös-sárgás árnyalatoknak egy jó kis kontrasztját tudtuk így ezzel elérni. Viszont, tehát ugyanúgy nem tudom ki mennyire van tisztában, hogy kik ezek a karakterek, nem tudom, hogy nevén nevezhetem őket. Tehát Sub-Zero-n ugyanúgy, ahogy a kék fényeknél, tehát így a skorpió fényei, a sárgák, azok megtükröződnek rajta. Ezzel össze tudtam hozni a 2 képet. Ezek 2 különálló kép, úgy lettek összevágva, tehát ezeket úgy kell összerakni utána, hogy egy egységet alkossanak, nem csak fölpakolgatni mindent éppen úgy, ahogy jól esik. Itt is ugyanúgy, tehát ezek a kis sárgás, zöldes reflexfények, amik itt vannak, tehát ezeket egy zöldes háttérrel oldottam meg. Valamivel meg kellett indokolni azt, hogy én azt oda bele akarom rakni, és akkor ezért belehimihumiztam a háttérbe ilyeneket. Nem mindig kell nagyon nagy feneket keríteni neki. És akkor a bemutatkozás megtörtént, úgyhogy jöhetnek az előkészületek. Felírtam magamnak sok pontot. Tegyük föl a képek kiválasztásának főbb szempontjai. Szerintem az egyik legmeghatározóbb része a tetoválásnak, az, hogy az ember milyen képet választ ki. Természetesen, hogyha az apuka odahozza a hülye gyerekéről a képet, tehát arról nagyon sok variáció nincsen. Tehát, hogyha nincs neki 20 kép róla, amiből az egyik nem olyan szar, mint a többi, akkor abból kell dolgozni. Viszont ha azt mondjuk, hogy szeretnénk egy portrét akár egy hírességről, ott azért egy kicsit egyszerűbb a dolgunk. Tehát annyi a lényeg, én legalábbis, tehát én így szoktam, tehát ezt nem mondom azt, hogy írásba kell venni, vagy kőbe vésett dolog, én így szoktam csinálni, hogy mindig kontrasztosabb képeket, izgalmasabb képeket választok, viszont nem annyira szopatósakat. Nem akarom megszopatni magam, mert tényleg az másnak a dolga. Szóval, tehát ezeknél a képeknél a kontrasztok, a színek azok, amik nagyon befolyásolják azt, hogy én hogy választom meg. A másik viszont, amire nem tértem ki, hogy magát, a bőrtípust, amire dolgozok, az a másik része, ami meghatározza, hogy milyen tónusokkal, meg hogy milyen színekkel dolgozhatok rá. Tehát most mondjuk egy kreolos emberre nem fogok színes portrét csinálni, mert minek? Tehát egy négerre sem fogok felrakni semmit, mert
úgyse fog rajta látszani. Ezért nyúzzák magukat ott Afrikába. Szóval igazából ez még egy nagyon meghatározó. Tehát mondjuk mit tudom én, jön egy finn csaj, és akkor szeretne egy portrét, hát arra öröm dolgozni. Szép fehérbőre van, minden meglátszik rajta. Meg is fog maradni, 20 év múlva is nem nagyon éri a nap. Viszont tényleg egy ilyen kreol emberen, tehát azon nem érdemes. Én akkor inkább a fekete-fehér irányába szoktam terelni, és akkor se a szürkében, hanem a vizes feketébe. Meg lehet abba is oldani, nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, és szerintem sokkal szebben mutat rajta. A másik főpont a képek felkészítése a tetováláshoz. Nem tudom, hogy kinek milyen problémát szokott ez okozni. Itt jön szóba az, hogy ki mennyire redukálja le a képeket. Én szeretem minél jobban értelmezni és leegyszerűsíteni. Tegyük fel, van egy portrém. Ez más. Indigózás. Ha tegyük fel, van egy portrém, mint például ez. Vicseres tetkó, nem tudom ki mennyire van vele képbe. Fehér háttér, fehér fények. Ezt igazából nem tudom megcsinálni tetoválásban, mert nem lesz időtálló. Viszont, tehát annyit segítettem rajta, hogy mivel ez egy teli láb lesz, tehát próbáltam egy kicsit tovább gondolni, tehát mindenféleképpen kékes lesz majd a háttér az egész tetoválásnál. És úgy fognak majd a narancsok, a tüzek, akármik kiemelni dolgokat. Tehát itt ugyanezt csináltam. Ha megnézitek, a színeket megváltoztattam. Tehát a fehér dologhoz ez így nagyon jól megy, viszont a tetoválásba szerettem volna ezt átültetni, akkor az egész egy kicsit olyan sötét lett volna. Tehát nem lettek volna kontrasztok nagyon az arcon. Mivel a fehér hátulról megcsapja az alakot, ezért egy kicsit besötétül, ezért kicsit leegyszerűsítettem az arcot. A kék háttereket megoldottam, tehát egy kék reflexzel. Igazából ezekkel tudtam kicsit úgymond beleépíteni a környezetbe, és mivel az arc szín egy kicsit melegebb színeket tartalmaz, ezért beleraktam alulról egy kis sárgás reflexfényt, ami valamilyen tüzes téma lesz majd alul. Ez már a legyógyult verzió. Igazából elég szépen megmaradt. Meg lehet amúgy tekinteni itt a conventionen, de mondjuk már szerintem nem, mert elment az úriember, úgyhogy inkább nem mondtam semmit. Szóval itt is a reflexfények az, hogy a háttér és maga a fő alak kontrasztja. Tehát a háttérre kiemelhetünk dolgokat, vagy esetleg csak össze dolgozhatunk. És akkor pont itt, tehát igazából a redukálásról volt eddig szó. Tehát az eredeti színeket nem kell mindig megtartani a tetoválásnál. Tehát mindig próbáljátok magatoknak leegyszerűsíteni. Nagyon sokszor csinálom azt, hogy fekete-fehér képről dolgozok. Mert megkavarnak a színek. Tehát, hogyha megnézek egy képet, van benne sárga, zöld, barna, és akkor úristen, nekem fog kelleni ez az összes szín? Nem, mert úgyse fog látszódni a tetováláson egy-öt év múlva, csak az, hogy van ott egy barnás árnyalat. Ezért azért át szoktam rakni fekete-fehérbe, hogy magán a plasztikus dolgok meglegyenek. Tehát, hogy térben tudjak gondolkodni, és akkor is szabadon alakíthatom az egészet. Tehát szabadon rakom bele a reflexfényeket, úgy, hogy azokat mondjuk a háttérrel, vagy akármi mással megindoklom, és nekem ez így sokkal egyszerűbb. Tehát tegyük fel, hogyha van mondjuk, itt van egy hálkos tetkó, itt sokat nem kellett variálnom az eredeti képhez, mert kék a háttér, kék a reflexfények. Tehát nagyon jól néz ki azt szerintem, hogy nem fekete árnyékok vannak benne, hanem a kicsit sötétebb kékek és a világosak. Ezek nagyon jól néznek ki, ezen nem is szerettem volna variálni, viszont ez egy olyan tetkó mellé került, amit később javítanom kell. És ott is egy kicsit ilyen pirosos, sárgás árnyalatok lesznek, és annyiban változtattam meg a dolgot, hogy ezeknél a részeknél a zöldet már sárgával, avokádóval kevertem, így egy kicsit melegebb hatása van, még ennél a résznél, ami a háttérhez közelebb van, itt a kékekkel és a fehérekkel dolgoztam. Így egy kicsit megvan az a hatásunk, mintha tényleg ott lenne egy kicsit mögötte. Hát igen, erről már beszéltem, hogy előre meg kell határozni a színeket. Tehát, hogyha megvan a színpalettád, akkor előre
kipakolod azt, hogy ez lesz a legsötétebb, középtónus, világos. És akkor nem tudsz téveszteni. És ne csináld azt, hogy jó, akkor én most akkor ebben rakok még egy kis lilát, meg ezt, meg azt, mert kocsvasz lesz. Tehát én ezt már kitapasztaltam magamon, lehet, hogy csak nálam nem működik, valakinek pedig jobban megy. Nekem nem, nekem ez jött be. Lehet, hogy majd, hogyha ti is kipróbáljátok esetleg később, hogyha már a technikát jobban elsajátítottátok, vagy esetleg képbe vagytok, egyszerűbb dolgotok lesz. Nagyon sok múlik amúgy a technikán. Tehát addig még nem tudod uralni a tetoválógépet, nem tudod, hogy milyen mélységekbe dolgoz, meg hogy, tehát hogy használd a színeket, hogy tömd be, addig nem tudsz arra koncentrálni, hogy tehát magára az alkotási folyamatra. Addig csak azon görcsölsz, hogy úristen, nem veszi a festéket, erre a részre nem lehet dolgozni, és csak rágörcsölsz, és mindenféle fasságot csinálsz akaratodon kívül. Hát itt felírtam magamnak a tűcsoportokat. A tűcsoportokban én, mióta elkezdtem tetoválni, a 15-ös magnummal barátkoztam meg a legjobban. Kisebben nem tudok dolgozni, nagyobban meg még nem sokszor próbáltam, de szerintem a nagyobban jobban meg fogok békülni. Nagyon szép homogén felületeket lehet csinálni. Tehát akár egy új percnyi arcnak is nekiesek egy magnum tűvel, aztán lesz, ami lesz, legfeljebb majd kontúrtűvel egy kicsit pontosítok rajta. Amit viszont akkor elmondom most már, a 15-ös magnumot, ezt satírra szoktam használni. Úgy szoktam felkészíteni a tűt a tetováláshoz, nem tudom, hogy ki milyen gépekkel dolgozik. Tehát, hogy aki modulokkal dolgozik, az kicsit szopta, viszont aki nem, az meg tudja ezt csinálni, hogy én meg szoktam hajlítani a tűnek a végét, tehát a két sor tűt összehajlítom, így nem lesz akkora hézak közte. Tehát nagyon sokszor hajlamosak, hogy szétállnak a tűk, és nem lehet velük pontosan dolgozni. Viszont ha én kétszer-háromszor meghajlítom lefele, akkor így összetapar a két sor. Így viszont nem vesz föl annyi festéket, viszont akár kontúrozni is tudtok vele. Nagyon szépen pontosan ki lehet húzni a dolgokat. Aztán a másik bevált tűcsoport nálam a 7-es kontúrtű. Ezekkel szoktam felkarcolni, kis apróságokat bedolgozni. Ez igazából ilyen kis himi-humizáshoz van. És a 9-es körsatír, ami a legújabb barátom, nemrég kezdtem használni, nagyon jó effekteket lehet vele elérni. Tehát a kontúrtűvel nem lehet, úgymond, nem is azt, hogy nagyobb felületeket, de nagyobb foltokat bedolgozni, mert nem lesz homogén, túl kicsi ahhoz, hogy szépen beleessen. Viszont a körsatírral mondjuk lombkoronát, most jelentkezel? 0.35-ös. 0.35-ös, próbáltam a 0.25-ös tűket 7-esnél, de az már nagyon vékony volt. Tehát igazából az egy 5-ösnek megfelelő szerintem. 7-es alatt nem is nagyon érdemes használni, max. Ilyen, tehát most csúnyán szóval ilyen kis picsatetkóknál, csukló felirat meg ilyeneknél ott érdemes azért az 5-ös néha előszedni, de szerintem nincs értelme, mert inkább vágja a bőrt, mint hogy hasznos legyen. Szóval a másik pont az elhelyezése a tetoválásnak. Ezt kénytelen vagyok elmondani, mert nagyon sokszor látom hibaként azt, hogy rosszul vannak elhelyezve a tetoválások a bőrrészen. Nagyon sokszor van az, hogy hátra néz az arc, nem elég nagy a tetoválás, amit a felületre fölraknak, és az nagyon zavaró tud lenni, mikor tegyük föl, van egy 40-es karú ember, és akkor föl van rá téve egy féltenyérnyi portré. Tehát szerintem az igazi csicskán néz ki. Viszont én ezért szoktam, nálam viszont pont az ellenkező, hogy mindent akkorában rakok föl, amikorában csak lehet. Tehát, hogyha nem is fér ki az egész kép, le van szarva, akkor majd kilóg. Akkor majd az nem látszik. Tehát itt is a hálkos tetkónál vehettem volna sokkal kisebbre, és látszik a kéz, az arcnak az egésze, viszont szerintem, tehát így, hogy egy kicsit belóg mögé, tehát sokkal szebb egységet tudtam alkotni azzal, a régi tetkóval. Nem tudom, hogy ez mennyire érződik. Lehet, hogy csak nekem tetszik amúgy. Szóval, tehát a méret. A méret az nagyon sokat számít, hogy mekkora a felület és mekkora a felhelyezendő tetoválás.
Aztán nagyon figyelembe kell venni az áramlási irányokat. Tehát most azt le kell tisztázni, hogy ez nem síkfelületre kerül. Tehát itt szerintem tervezni is nagyon lehet síkfelületen. Én ezért szoktam mindent általában, hogyha lehet, akkor szabad kézzel kipótolni, és úgymond inkább montásszerűen fölpakolgatni a kinyomtatott képeket. Általában mindig fényképek alapján dolgozok, tehát vannak képanyagaim, és ezeket úgy szoktam filccel utána összerakosgatni. Nekem ez eddig bejött, jobban, mint a papírra vetett rajz. A sík felület az nem mindig passzol. Szóval, jöhet formák és térbeliség. Öcsém. Na szóval, amit már többször is megemlítettem, hogy a tetoválásnál a legfőbb szempont részemről a képnek az értelmezése. Ez fogja meghatározni a későbbi munkamenetet. Tehát tegyük föl, melyik képet nézzük meg most. Nézzük meg mondjuk, mert ez lesz a legjobb példa. Ez volt az eredeti kép, amiről csináltam a Freddy portrét. Ez egy, tehát igazából mutatnánk fekete férnek is, mert igazából tehát egy monokrom szín, világú dolog, ezt kellett színesbe megcsinálni. Tehát én nekem ez azért volt könnyű, mert azt mondtam, hogy jó, akkor legyenek ezek a keléses szarok rajta, mondjuk, mit tudom én, ilyen színűek, a többi meg bőrszínű, és akkor ezeket úgy is raktam össze. És ebből jött ki ez. Tehát az a lényeg, hogy értelmezni kell azt, hogy melyik részek vannak mélyen, meg melyik kint. Plusz még raktam bele egy kis reflexfényt innen, tehát hogy a hátteret egy kicsit megindokoljam és izgalmasabbá tegyem a képet. És akkor itt is ugyanúgy meghagytam a bőrszíneket, és plastikussá próbáltam tenni. Tehát erre nagyon jó amúgy, hogyha az ember elkezd egy kicsit szobrászkodni, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni az emberen. Tehát én általában, hogyha tényleg valamit mondjuk kamuzni kell, ahhoz ezt tudni kell, hogy melyik részek vannak bentebb, és melyek kintebb. Hogy a fényeket hogy töri meg. Tehát meghatározod azt, hogy a fény forrás milyen irányból jön, és onnantól kezdve azt mindjárt meg is mutatom ezt a jó kis képet. Láthatjátok, hogy mire gondolok. Kicsit. Szerintem ezzel nagyon jól lehet értelmezni ezt a dolgot. Ez egy kövér ember. Nagy hassal. És a két vonal az a fényt ábrázolja. Tehát most a fényt képzeljétek el úgy, hogy ő letekint, a hasától már nem látja a brácsát. Ahol nem látja, ott akkor sötét van, mert a fény se ér oda. Tehát ezt kell magatokban egy kicsit tudatosítani, hogy térben gondolkozzatok. Szerintem tök jó kitaláltam, ha? A másik dolog a térbeliségnél, tehát hogyha már plasztikusan gondolkodunk, a másik rész, amivel a térbeliséget tudjuk ábrázolni a tetoválásnál, az a háttér. A háttér és az előtérnek a kontrasztja. Ezt én nagyon egyszerűen megoldottam magam, én nagyon az egyszerű megoldások híve vagyok, és mondjuk, megmutatom ezt. Tehát itt, ennél a tetkónál az előtér, azaz a portré, ez éles. Te használtam kontúrtűket, ki vannak pöcsölve a kis részek, viszont a háttérben nem használtam semmit, csak magnumot. Tehát egy homályos hátteret csináltam. Ezt ugyanúgy, tehát most, hogyha a homályos az élessel kerül kontrasztba, az már a térbeliséget ábrázolja. A színekkel is lehet, hogyha a háttérbe hidegebb színeket raksz, az előtérbe viszont melegeket, ez is nagyon jól tudja a kontrasztot bemutatni. Tehát ha megnéztek mondjuk egy tájképet, amit összefestett az emberke mondjuk 2 óra alatt, akkor láthatjátok, hogy a háttérben inkább ilyen világos, kékes árnyalatok vannak, tehát már a fák is így vannak megoldva. Az előtérben meg egy kicsit melegebb, tehát jobban kontrasztos dolgok. Ezekkel nagyon jó térhatásokat tudtok elérni, és ez nagyon sokat számít amúgy, hogy a tetoválás éljen. A reflex fényekről már beszéltem, szerintem. Tehát igazából a reflex fényeknek igazából szerintem annyi feladata van, hogy kiemeljünk vele dolgokat, vagy éppen csak, hogy hozzáigazítsuk a többi tetováláshoz. Főleg, hogyha ilyen telikaros témáról beszélünk.
A háttérről még annyit szeretnék mondani, hogyha folytatólagos munka van, tehát hogyha nem fejezed be egy nap alatt a, mondjuk az alkarját az emberkének, akkor azt érdemes elhagyni. Főleg úgy, hogyha mondjuk nem vagy még tisztában vele, hogy mit szeretnél oda. Ilyenkor csak kontúrral meghúzgálod a vonalakat, általában színes tetkóknál csak színnel szoktam kontúrozni. Tehát nem érdemes belemenni vizes karccal, mert el fog ütni a többitet a színes részektől. Érdemesebb ezeket, hogyha mondjuk portrénál, akkor egy kicsit sötétebb barna árnyalattal megoldjátok, vagy azzal a tónussal, hogy a később is tudjátok majd követni. És akkor a hátteret utána a többi résszel össze tudjátok dolgozni. Na és akkor most jönne a munka szisztematikája. Tehát maga a rendszere annak, hogy hogyan építem fel a tetoválást, és hogyan készítem fel a képet, a bőrt, meg magamat. Ennél a tetoválásnál dokumentáltam, hogy hogyan történik az egész művelet. Itt a legelső kép, ez az eredeti kép, és a másik az már látszik, hogy levettem az összes színt, és a reflexfényeket magamnak így nagyjából beraktam, hogy tudjam, hogy mit hova rakjak. És később ezzel indított el az egész munkát. Itt az indigó vázlat, ezt most megtükröztem nektek, mert tehát alapvetőleg nem így állna, csak hogy jobban lássátok. Az indigó vázlatnál, tehát ezt nagyon sokféleképpen csinálják az emberek. Valaki minden egyes kis apró részletet meghúz vastagon, valaki csak beárnyékolgatja. Hát nekem smuciga főnököm, úgyhogy csúnyán kell bánnunk az indigóval. Ezért többször használjuk, hogy egy árnyékolásról szó se lehet. Úgyhogy csak szépen bekontúrozgatom. És itt is már próbálom, tehát ugye a legegyszerűbb dolgokat bekontúrozni. Tehát az ornál se akarom nagyon túlbonyolítani. Tehát megvan itt ez a reflexfénynek a kis vonala, maga a festés, és csak egy orrnyereg. Tehát nem akarom nagyon túlpöcsölni arra, ott lesz majd a tetoválás. Főbb vonalak legyenek meg. Egy idő után úgyis elkened az indigót. Tehát szerintem felesleges ennyire nagyon túlpöcsölgetni. Aztán itt van a felhelyezett tetoválás. Itt látszik, hogy combra került. Próbáltam a tetoválást úgy elhelyezni, hogy optikailag egy kicsit nyújtsa a lábat. Tehát most nem azt mondom, hogy egy tömzsilányra csináltam, de ne is csináljunk belőle azt. Tehát próbáljuk meg mindig a legelőnyösebb módon fölpakolni a dolgokat. És tehát itt látszik, hogy filccel berajzoltam magamnak a reflexfényeket, a hátteret, az irányokat, a lezárást, és ezeket is próbáltam úgy megoldani, hogy számomra legkönnyebben értelmezhető legyen. Itt akkor a munkafolyamat, mivel szoktam olyan pancser lenni, letörlöm az egészet, ezért mindig elő szoktam magamnak karcolni. Mindig azokkal az árnyalatokkal, amivel éppen dolgozni fogok. Tehát most ez mondjuk itt egy fekete rész lesz, ezt feketével bekontúroztam, a többit viszont szürke festékkel. Ezzel egy kicsit megkönnyítettem a saját dolgomat, mert nem fogok elveszni annyira az egészben. Ez mindig változó, hogy szoktam, általában az lenne a legjobb, hogyha a sötétebből a világosba haladnék, csak sokszor én is türelmetlen vagyok, és szeretem ezeket egy kicsit megbabrálni. Főleg, hogyha olyan vendégem van, akiről tudom, hogy megtehetem a bőrén azt, hogy a feketét és a fehéret keverjem, mert nem fogja megszínezni egyik a másikat. Tehát igazából ennek hosszú távú gondjai nem lesznek, mivel tehát legyógyulva ez nem látszik. Hallottam már olyat is, hogy valakinek ez meglátszott, nálam még nem volt ilyen. Úgyhogy nagyjából ennyi. Elkezdtem felpakolgatni föntről lefele a dolgokat, mivel nem tudom elkenni, így viszont nem fogok belenyúlni se ezekbe a részekbe. A fehéreket a legvégére hagyom természetesen, mert tehát az fogja majd egy kicsit megadni a pikantériáját. És akkor itt van a kéztetoválás, még frissen. Na most ilyenkor a tetováláson nagyon nehéz megkülönböztetni azt, hogy melyik a fekete, melyik a szürke. Mert még egy kicsit friss, főleg ezeknél. És ez majd, hogyha legyógyul, akkor egy kicsit homogénebb lesz. Ez a legyógyult tetoválás. Kicsit ki volt száradva a bőre, de hát sajnos ezt nemrég csináltam, tehát így nem volt még teljesen.
hozzáidomulva. Ez már a legyógyult verzió, itt jobban látszanak azok, hogy hol használtam ténylegesen fekete színeket, hol használtam sötét szürkéket. A szájnál is jobban kijönnek ezek a kis mélységek. Igazából, tehát ilyen lett. Nagyon jól, tehát hogyha megnézitek a friss képet, akkor látszik, hogy egy kicsit olyan rideg, viszont legyógyulva. Ezek sokkal szebb és szerintem jobb árnyalatú vörösek, mint ami frissen volt. Tehát egy kicsit összeértek a dolgok. Az indigózásról van még egy-két képem, hogyha kíváncsiak vagytok, azokat megmutatom. Tehát volt egy ilyen Tomb Raider-es tetoválás. Itt is próbáltam azt, hogy tényleg leegyszerűsíteni és könnyen értelmezhetővé tenni magamnak a tetoválást. Nem tudom, hogy ki mennyire van képben Ico Hurtadónak a stencilezési technikájával, egyszerűen őrület, amit csinál. Tehát én így megnézem, és nem tudom, mi lesz. Nem tudom értelmezni. Tehát ezt mindenkinek saját magának kell kialakítani. Én lehet azt mondom, hogy ez nekem bejött, viszont lehet, hogy nektek máshogy lesz. Ezt mindenki saját maga dönti el, hogy itt egy kisbékás téma, itt viszont satíroztam, csaltam. Szabin volt a főnök. Úgyhogy itt egy kicsit így beokosítottam magamnak a fekete részeket, a sötét részeket. Tehát feketét használok a tetoválásokban, csak magához a színkeverésekhez nem. Mondjuk, hogyha ha keverem is a színeket, akkor viszont tényleg direkt koszos színeket szeretnék kiadni. Ja, és akkor itt van még felhelyezve a béka, amit mindjárt megforgatok. Elég szar részre raktuk térdre. Utálok térdre és könyökre tetoválni, meg bordákra. Viszont szerintem tehát szépen meg lett oldva maga a tetoválásnak az elhelyezése. Az alsó és a felső részekhez is igazítani kellett a mintát. Tehát ilyenkor nem egy szabad felületnél nagyon korlátozó van az ember, hogy mit lehet és mit tud megcsinálni. Itt is tehát szabad kézzel filccel beraktam azt, hogy körülbelül meddig szeretném elvinni a hátteret, hogyan és miképp. A másik, amit még nem mondtam, hogy a háttereknél én nagyon szeretem elkerülni azt, hogy matrica hatása legyen a tetoválásnak. Nagyon sok tetkósnál láttam azt, hogy megvan a minta, és egy vastagabb sávval, mondjuk zölddel, ő letudja a hátteret. És akkor így megnézem, és mondom, jó, de hát ez annyira nem adja szerintem. Ezért szoktam inkább elködölni. Tehát szeretem azt, hogyha nincs matrica hatása, hanem egy kicsit idomul a bőrszínhez. Tehát akár kicsit fehérekkel, vizes színekkel ezeket szépen így eldolgozni, és tehát nagyon jó egységet lehet képezni. Ne az legyen tényleg, hogy rácsaptak egy kis hülyeséget, hanem legyen az, hogy akkor tényleg ez a testrésznek tehát egy ilyen szerves része, nem csak egy ilyen oda nem illő dolog. Na szóval, visszatérve a szisztematikára. Előkontúrozom magamnak a dolgokat, mivel el szoktam kenni az indigót gyakran. És a helyes sorrend az lenne, hogy először a feketéket rakom be, és utána azokból világosítom ki. Tehát ezt meg is szoktam tartani. Csak nem feltétlenül úgy, hogy az egész tetoválásnál megbetöltöm az összes feketét, de mindig a sötétebb színektől a világosig haladok. Ez így szerintem egyszerűbb összedolgozás ügyileg is. Tehát szerintem a világos színt sötétíteni sokkal nehezebb, mint fordítva. Tehát tegyük fel egy egyszerű példa, mondjuk feketéből szeretnék citromsárgát. Akkor mondjuk beteszek egy fekete foltot, kicsit elködölöm, aztán fogok mondjuk egy plámot, ami egy nagyon-nagyon-nagyon sötét szilvakék, de nem kék, hanem egy ilyen bordós árnyalat. Azzal tovább viszem, aztán megkeverem egy kicsit sötétebb pirossal, és akkor ezt így szépen felvezetem így egymásra dolgozva az árnyalatokat. Tehát a portréknál meg mindennél ugyanígy működik. Tehát ahhoz, hogy élénk tetkókat kapjatok, be kell dolgozni a színeket. Ugyanúgy, hogyha szeretnétek még kiemelni dolgokat, akkor ezt megtehetitek kontúrokkal.
ez már egy kicsit a New School határát öleli, ahol elvastagított kontúrokkal, elhomályosodott hátterekkel, akár színes kontúrokkal nagyon szép kis térhatásokat lehet elérni. Én próbálom ezt a stílust egy kicsit magamévá tenni, de egyelőre még egy kicsit nehézkesen megy, mert nincs olyan vendég, aki ilyet kérne tőlem. Sajnos le vagyok kötve ilyen portrékkal és ilyen kis hülye gyerekek portréival. Hát itt, amit előbb mondtam, tehát ahhoz, hogy a tetoválások tartósak legyenek, kontrasztokat kellene felállítani, homogén betöltéseket kell csinálni. Tehát most, hogyha foltos lesz, akkor az későbbiekben, tehát a pigmenteket el kell helyezni a bőr alatt. Tehát nem nagyon akarok belemenni most ilyen nagyon festékmárkákba, meg hogy mit érdemes használni, meg hogy mindenkinek más jön be. Valaki azt mondja, hogy az intenz a legjobb, nekem van egy intenz festékem. Bocs, volt, elhasználtam. Tehát annyi a lényeg, hogy homogén betöltéseket kell. Tehát ez a világos színeknél nagyon nehéz, mivel mondjuk, hogyha egy citromsárga hátteret szeretnétek berakni, akkor az egyből kivérzi magát. És valami oknál fogva mindig ez a köcsög világos színeknél szokott kivérezni minden, és ezt igazából úgy lehet megoldani, hogy hagyod egy kicsit pihenni. Betöltöd, úgyhogy, tehát ahogy te jónak látod. Tehát most, hogyha te azt látod, hogy úristen, most kivérzik, viszont te már voltál rajta, akkor nem menj rá még egyszer, mert akkor dolgozott túl, hanem várd meg, még kivérzik, szépen egy kicsit bevizezed, és ugyanúgy, mint a non-fiknál régen, megnézed, hogy mennyire van telítve a felület. És ha telítve van, akkor jó, akkor haladhatsz tovább. A világos színek azok ilyen szopatósak. Mondjuk én szeretem őket betölteni, mert annyira nekem nem okoz gondot. Nem tudom, hogy az utókezelés az mennyire érdekes számotokra, hogy van valami kérdés esetleg vele. Én annyit szoktam tenni, hogy tehát így kivéreztetem tatufinist, azt nem tudom, hogy ki használ, én ajánlani tudom csak mindenkinek, megkönnyíti a munka végét és a gyógyulást. Vannak ezek a matrica dolgok, én még azokban annyira nem bízok, nem nagyon van bele tapasztalatom, én maradtam a fóliázásnál és a klasszikus dolgoknál. Igazából ennyi, 2 nap fólia, tatufinis, bepanten. Esetleg valami kérdés lehetne valakinek, amit szeretne feltenni. Igen, menjünk. Egy megnyitott bőrfelület, amit mondjuk megnyitottál 15-ös magnummal. Szerinted hány layert bír rá? Tehát, hogy hányszor tudsz visszamenni? Nem érdemes nagyon visszamenni, én azt mondom. Tehát a biztonság kedvéért inkább azt hagyd békén. Tehát próbáld meg egyszerre. Tehát ez is olyan, hogy tehát mondjuk, hogyha non-fit töltesz be, és tehát egy homogén feketét szeretnél, akkor annak is többféle módszere van. Tehát megnyitod a bőrt, szépen bedolgozod, hagyod megpihenni, és utána szépen egy kicsit visszaveszed a gépet, és belemasszírozod a festéket. Tehát igazából ezzel ki tudod még tölteni a maradék részeket. De tehát amit már egyszer betöltöttél, azt nem érdemes még egyszer megbolygatni. Én itt mondjuk egy ilyen szakár részre, vagy egy hajasabb részre gondolok mondjuk egy embernél, ahol mondjuk megnyitottad. Milyen jellegűre gondolsz? Hát mondjuk a csúcsfényeknél, amikor már elődolgoztál, de már rádolgoztál. Azokat kihagyod. Tehát tudom, az mind kihagyással. Tehát hogyha mondjuk egy szakár részt csinálsz meg, mindjárt meg is mutatom neked. Mondjuk én ennél a tetkónál. Tehát itt is egy kicsi napont növelni látszik. Tehát egy nagyon egyszerű megoldást választottam, hogy körsatírral betöltök 1-2 foltot, kontúrtűvel ezeket egy picit kiemelem. Tehát körsatírral mondjuk ennél a képnél adok neki egy kicsit egy ilyen középtónusú szürkét, majd kontúrtűvel ezeket egy kicsit megbolygatom mondjuk feketével, vagy egy kicsit sötétebb árnyalatú szürkével. És a végén, hogyha még igényli, akkor teszek bele egy kis fehéret. És akkor ezekkel nagyon szép ki. Tehát ez egy szopós meló. Ezt meg kell csinálni, tehát nem lehet elhimihumizni. Tehát azért kérdeztem, hogy milyen típusúra gondolsz, mert mondjuk egy ilyesmi szakálnál más, mint mondjuk, hogyha valakinek ki van vasalva nagyon szépre, és akkor csak szépen bedolgozod. Tehát igazából mindent, hogyha a fehéret akarsz berakni, akkor azt már színre nem érdemes rárakni. Érdemesebb azt csinálni, hogy akkor azt kihagyod. Tehát rajznál voltak ilyen gyakorlataim, hogy
úgy raktam fel a dolgokat, hogy próbáltam kihagyni a radírt. Tehát, hogy ne radírral, hanem kihagyással mindent. És akkor mit tudom én, az egyik pontból elkezdtem árnyékolni, és akkor, mint a printer, így szépen megcsinálni. Érdekes lett a végeredmény, elég jó pofa volt, kicsit hosszadalmasabb. De ott a kihagyásokat nagyon jól tudod gyakorolni. Köszönöm. Esetleg még valakinek valami... És még azt szeretném kérdezni, hogy ennél a például ennél a tetoválásnál, hogy a fehér szakállát a legesleg végére hagyod, vagy pedig megcsinál készre, és úgy lész tovább? Tehát úgy értem, hogy egy adott kis részt készre csinálsz, és úgy lész tovább, vagy pedig a legesleg végére? Ez változó. Tehát egy olyan embernél, akinek tudom, hogy nem lesz probléma azzal, hogy az egyik szín megszínezze a másikat, ott készre szoktam dolgozni. De általában szeretem a főbb dolgokat fölrakni egybe. Tehát most mondjuk egy portrénál bekontúrozom, bekarcolgatom, amit szeretnék, majd utána kidolgozom mondjuk a szájat, orjukat, orr, nyerget, a szemet, és akkor utána teszem fel a főbb árnyalatokat, ami az igazi plasztikusságot megteszi. Tehát most az ilyen nagyon pöcsölős kis részeket a végére hagyom. Tehát köszönöm. Utána. Menyus? Hallanám csak hát, hogy hallják a többiek is. Említetted, hogy Photoshopban szoktad a színeket megváltoztatni. Igen. Nem Photoshopban szoktad megváltoztatni őket? Photoshopban, igen. Inkább ez így aktuálisan hirtelen jön, amikor tetoválsz közben? Nem, általában mindig egy szisztematikát követek. Tehát ha megvan a kép, akkor alapból belépek a Photoshopba, felhúzom a kontrasztokat, a színeket úgy lövöm be magamnak, hogy legegyszerűbb legyen megtetoválni, kinyomtatom, átrajzolom és csinálom. Tehát a Photoshopnak nálam annyi lényege van, hogy tényleg leredukáljam a képet, hogy magamnak emészthető legyen. Tehát nagyon sokszor volt olyan, hogy tényleg az volt, hogy néztem a képet, és baszki, annyi árnyalat van benne, vagy annyi szín, hogy elvesztem benne, és túl dolgoztam, sebes lett, főleg az elején, ezért találtam ki magamnak ezt. Most ez megint más tészta, tehát azért mondtam azt, hogy mindig a legelején meg kell határozni azt a 3-4-5 szint, amivel mondjuk azokat a tónusokat, amit a portrénál szeretnél használni, akkor azokat belövöd magadnak egyből. És ezeket utána egy kicsit meg tudod bolondítani esetleg valami reflexfénnyel, vagy akármilyen kis vízbasszal. Senki? Ennyire sok mindent azért nem mondtam el. Laci? Köszönöm. Tudnál-e olyan rajzos gyakorlatot mondani, hogy ne tetoválógéppel gyakoroljon az ember, hanem mondjuk hagyományos eszközökkel milyen gyakorlatok vannak arra, hogy akár színes, akár fekete-fehér tetoválást gyakoroljon? Ez nagyon jó. Most pont az akadémián ezeket a dolgokat vesszük. Nekem nagyon nagy segítséget adott az, hogy színes kartonra, színes ceruzával rajzoljak. Tehát a színes karton azért kell, mert a bőr se fehér, és tehát ezáltal tudunk használni benne fehéreket, mindenféle árnyalatot, tehát nem mint a sima papíron. És színes ceruza pedig azért jó, mert hogyha már egy réteget felraktál, utána már nem fog rá fogni a következő. És ezzel egy nagyon jó kis gyakorlatot tudtok elérni azzal, hogyha mondjuk nem vagytok biztosak egy tetkóban, hogy most ezt meg tudjátok csinálni, akkor ezzel előkészülhettek. Nekem is sokszor volt olyan, hogy Úristen, ezt hogy oldjam meg, akkor előtte megrajzoltam egyszer-kétszer, és amikor azt mondtam, hogy jó, akkor letisztázódott bennem, akkor neki láttunk. Tehát szerintem ez egy nagyon jó. Ugyanúgy, tehát hogyha szürke papírra dolgoztok, feketével, meg fehérrel, meg szürke színekkel, akkor ugyanezt tudjátok gyakorolni. Hogy esetleg Photoshopba elő szoktál készíteni egy portrét, hogyha mondjuk vékonyabb valakinek akarja, és ugye nagyobbra szeretnéd az arcát, ezért valahogy módosítani kell, hogyha rámegy, akkor ne legyen annyira brutálisan kancsal vagy valami. Persze, hát ezt itt igazából a méretet meg kell határozni. Tehát pont ez a testrészre úgy kell feligazítani, hogy ez mindig változó. Esetekben lehet egy kicsit torzítani a képen, elnyújtani egy kicsit jobbra-balra, hogy jobban passzoljon. Tehát jobb egységet alkosson a kezen. De hát most mit tudom, én egy csuklóra nem tudok egy akkora portrét felrakni, mint felkarra. Tehát így a Photoshopba
nagyon én nem szoktam így elnyújtani, hanem inkább azt csinálom, hogy akkor a méretet úgy próbálom belőni, hogy az passzoljon. Tehát, hogy ne legyen kicsi, de ne legyen túl nagy se. Vagy legyen akkor baszott nagy. Tehát akkor tényleg legyen az, hogy mondjuk csak a fél arca látszik az embernek, de akkor az legyen egy felkaros téma. Tehát nekem ezek mondjuk nagyon tetszenek, csak kevés az olyan ember, aki ezt így be is vállalja. Köszönöm. Esetleg még valakinek lenne valamilyen kérdése? Menyus? Úgy adott egy portré, az a jó, hogyha előre néz, mondjuk felkarol. Igen. De mi van akkor, hogyha például az a hely már foglalt, és egy másik vállára kéne tenni, viszont akkor hátrafele kéne néznie. Ha megtükrözöm, akkor nem biztos, hogy ő lesz. Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Vagy pont... Vagy rábeszéled egy másik felületre, vagy próbálsz hozzá alkalmazkodni. Tegyük föl nálunk, volt a pillanat, tehát ez a kép. Eredetileg a lány azt mondja, hogy ez a bal combján van most. Eredetileg a jobb combjára szerette volna, viszont, tehát látjátok, fönt az emblémát, a G betűt, tehát ha én ezt megtükrözöm, akkor teljesen más jelentés lesz neki. Tehát, nem, tehát ezt most vagy azt csinálja az ember, hogy fogja, és szépen átrajzolgatja magának. De mivel nekem volt egy másik üres combom, és nem is tudom, miért nem azt mondta, ezért áttettük arra. Tehát igazából, hogyha ha ez van, akkor vagy keresel egy másik helyet, vagy próbálod azokat a részeket, amik nagyon ilyen... Tehát tegyük fel itt mondjuk a két szemet, hogyha megnézzük, az egyikben van egy kontaktlencs, a másikban nincs. Tehát akkor ezeket mindet, főleg, hogyha egy ilyen dolgot teszünk, főleg, akkor ezeket meg kell variálni. Tehát... De vannak olyan emberek például, hogy nem is fog a két arca nyilván emberek. Igen. Mondjuk valaki jobb a fésedágon, ha játok megtükrözöm, akkor valami. Pontosan. Hát ezt el kell mondanod a vendégednek, hogy, hogy az a rész az most, tehát nagyon bután néz ki az, én is csináltam régen ilyeneket, mikor elkezdtem, hogy hátrafele néz az arc. És lehet mondjuk ezeket úgy, hogyha az ember ezekkel tisztában van, hogy szándékosan csűri, csavarja meg a dolgokat. Tehát a szabályok azok azért vannak, hogy meg is szegjük. Viszont a szabályokat is ismerni kell ahhoz, hogy meg tudjuk szegni. Tehát most, hogyha csak azért csinálod úgy a tetoválást, hogy hátra néz, mert éppen nem vagy képbe, akkor az el van basszva. Viszont, hogyha képbe vagy, és szándékosan te úgy alakítod azt, mondjuk, mit én egy telikart, hogy, hogy akkor minden máshogy legyen, minden máshogy passzoljon, akkor abból lehet, hogy egy jó dolog fog kisülni. De tehát ez egy nehéz kérdés. Tehát vagy választ akkor egy másik helyet, vagy akkor megtükrözöd neki, és elmondod azt, hogy akkor a másik irányba lesz fésülve a haja. És akkor szopta. Esetleg még valakinek, tehát így a színek, technikai dolgok, akkor mit tudom, hogy milyen gépeket használok, hogyha ezek így érdekelnek valakit, nem tudom. Tehát igazából nagyon sokat nem számít, mert nekem ez jön be, valakinek más. Lenne valami olyan? Nekem a háttérben a fényei maga alapjáratok. A fények? Milyen sztematika szerint helyezed el? Semmi extra, csak fogom és összegányolom. Hát annak nincsen lényege. Azt mondom, hogy a sötétben részt is jön, világosabb fényt teszel. Pontosan, tehát igazából, tehát ezt ugye elmondtam, kontrasztokat kell építeni a tetoválásba. Tehát hogyha mondjuk van itt egy világosabb rész, mondjuk itt az arcsontnál, akkor oda egy kicsit sötétebb hátteret rakok, még hogyha valahol sötétebb maga az arc, és oda világosabb. Tehát erre kell mindig figyelni, és erre törekedni, hogy mindig a kontrasztokat próbáljuk kiemelni, és ezzel lesz tartós a tetoválás évek múlva is. Tehát én amiket így megnézek, tehát az nekem az egyik nagy problémám, mivel nem tetoválok még régóta, ezért nem igazán tudom leellenőrizni azokat a tetkókat. Viszont azt tudom, hogy a 3 éves tetoválásaim azok nagyjából úgy néznek ki még most is, mint ahogy akkor megcsináltam. Tehát ezt majd az idő eldönti, hogy a mai technika mennyivel teszi tartósabbá a tetoválást. Mert régen azért más gépek voltak, más festékek, más pigmentációval, kókány dolgok voltak, ki tudja honnan voltak beszerezve, lehet, hogy éppen akkor húgyozott bele a bakter, bekeverte egy kis szénnel, aztán örült magának, és eladta a hülye tetkósnak mit tudom én mennyiért. Viszont most megvannak a minőségi eszközök, gépek, festékek, tehát ez majd szerintem 10 év múlva fog kiderülni, hogy mi mennyire tartós. Meg hát az is sokat számít, hogy mennyire vigyáznak rá. Ezt a különbséget a sötétebb és világosabb állatoknál, a színeknél,
van, hogy mennyire jó? Ez változó. Tehát igazából most van egy szabvány dolog, hogy mennyire engedem ki a tűt, tehát ezt most nem tudom milliméterre pontosan, annyira nincs jó szemem. De tehát vannak olyan részek, ahol egy kicsit jobban ki kell engedni, tehát lágyabb részeknél. Tehát most, ha egy csuklóra tetoválok, akkor ott nem nyomhatom bele tövig, mint mondjuk, mit tudom én, van ez a hátul egy kis tuncogós rész, amit nagyon utálok. Tehát azt nagyon nehéz megfeszíteni, tehát rossz rá dolgozni. Tehát egy kicsit jobban kiengedem, meg nyomom az áramot, és akkor erősebben belecsavarjuk. Nem szoktam különbséget tenni, ugyanazzal az árammal szoktam, ugyanazzal a ütéstávval kirakni. Tehát igazából ezzel nincs sok varja nálam. Nagyon sokszor az áramot se szoktam váltogatni, hanem ugyanazzal az áramerősséggel kontúrozok, meg satírozok. Főleg, hogy... Igen? És ha egy tetoválás nem marad meg mondjuk annyira, honnan lehet ezt tudni, hogy az most a vendéghívája volt, vagy a tetoválás? Hát ezt tehát most így nagyon nem tudod megmondani, hogy mi miatt. Tehát ha tisztességesen bedolgozod, akkor annak ott kell maradnia, hogy ha sebes, akkor az lehet azért volt, mert túldolgoztad. Vagy lehet, hogy éppen nem kezelte úgy, ahogy kellett volna. De tehát itt a kezelésen azért nagyon sok múlik. Tehát most, hogyha mondjuk tényleg kutyaszarban egy hempereg, akkor az nem fog jót tenni neki. Viszont, hogyha tényleg betartja azt, hogy akkor most két napig fóliázza, akkor utána tehát rendbe kéne, hogy legyen. Nem kéne vele, hogy probléma legyen. Ezt nehéz meghatározni, ezt a vendéget tudja, az ő lelkiismeretére kell bízni azt, hogy most igazat mond-e, hogy most az te hibád volt, vagy az övé. Mert lehet, hogy belement az uszodába egyből, és akkor örült magának, hogy hú, de jó, pancsizok, aztán másnap meg a klór kimarta a tetoválásából a dolgokat. Tehát nem tudom. Ezt nehéz eldönteni, hogy kinek a hibája lehet. Lehet a tetkósé is, lehet a vendégé. Ezt amúgy, hogyha frissen megnézitek a tetoválást, már hogyha a túldolgozásról beszélünk, akkor úgy tudjátok egy kicsit leellenőrizni magatokat, hogyha megnézitek a bőrt, és hogyha a pólusok egyformán jönnek ki, szépen egyenletesen, akkor valószínűsíthetőleg nincsenek túldolgozva a felületek. Viszont ha vannak rajta ilyen sebek, vagy kisebb ilyen vágások, vagy akármik, kis gödröcskék, akkor ott már lesznek problémák a végén. Tehát ezt már a tetoválásnak a végeztével láthatod, hogy hol lesznek problémás a felületek. Nálam is szokott olyan lenni, hogy egy kicsit lassabban gyógyulnak le, vannak rajta bal részek, de általában a szín az mindig megmarad. Csak kicsit lassabban gyógyul. Nem tudom, hogy kielégítettem a kérdésedet. Nagyjából. Valakinek lenne még valami kérdése? Nekem még a gép használatról, hogy jutottál el ahhoz a géphez, amit most használsz, nyilván... Kaptam egyet. Hogy kaptál egy gépet, elkezdtél vele dolgozni, és honnan tudtad, hogy ez neked biztos, hogy jó lesz? Nem tudtam, ki kellett próbálnom. És tetszett. Tehát nagyon sok gépet kipróbáltam. A legelején tekercses gépekkel dolgoztam, amikből kettőt, hármat nem is tudtam elhanyagolni, mert kontúroknál nekem a rotációs gépek egyáltalán nem jöttek be. Nem tudom vele bedolgozni. Valaki tudja használni a sejent, én nem tudom használni. Tehát én a turánium gépeket használom most, és ezeket is kisebb ütéstávval. Volt előtte Bishopom, nagyon szeretem a Bishopot. Most a turániumot használom legtöbbször, ez is változó. Tehát ez szerintem, tehát olyan, hogy mit tudom, van egy kontúrgépem, ezt használom mondjuk 3 hónapig, aztán kipróbálom a másikat, és úristen, ez is de jó, és utána csak azt használom. Tehát úgy jutottam el, hogy először megvoltak a tekercsesek, az első rotációs gépem volt a sejen, aztán annak lőttek, és utána lett a Bishop. A Bishop az nagyon sokáig hűtársam volt, nagyon jó lehet vele dolgozni, nagyon könnyen, és most a turánium. Engem nagyon meggyőzött, és már lassan fél éve csak azt használom. Tehát nekem nagyon bejöttek. Szép homogén felületeket lehet vele csinálni, szépen gyógyulnak a tetoválások. Szerintem az ára is úgy viszonylag korrekt. Tehát én most őket használom, őket tudom ajánlani. De viszont a tekercses gépek ugyanúgy megmaradtak. Tehát a kontúrnál azokat szoktam. Nem tudom, hogy esetleg tehát így válaszoltam a kérdésedre,
vagy csak úgy elkalandoztam mellette. És valakinek lenne még valami kérdése? Hát ha nincs több kérdés, akkor viszont ennyi volt. Én nagyjából szerintem elmondtam mindent, amit szerettem volna. Annyit még akkor hozzáteszek, hogy ami még így közben eszembe jutott, hogy a kiemeléseknél, tehát a háttér meg az előtérnek a kiemelésénél nagyon jó, hogyha használjátok a komplementer színeket. Tehát az ellentétes színeket, tehát hogyha mondjuk mit tudom én tényleg, amit mondtam az elején, a meleg színű a háttér, akkor a hideget, tehát itt is mondjuk, tehát hogyha van mondjuk egy piros labda, akkor kék háttért adok neki, akkor az nagyon szépen fog működni jó pár év múlva is. Szóval ennyi lenne. Nagyon szépen köszönöm. Thank you.